Üdvözlök mindenkit! Üdvözlök mindenkit! Ezen a szép napon reggelen délután itt van Lukasz, és hogy látjátok, olyan, mint egy paprika! Oda néz! Mi van, tudja, piros paprika? És nem máshol volt, mint... Hol voltál? Te mondd el, hol voltál? Születésnapra! Egy születésnapi partim volt, ami hol volt? A parkba! Parkba volt a víz mellett, és nem kente be magát, vagy nem kentük be ilyen napolajjal. Mondjuk én nem voltam itt, mert én dolgoztam, épp hogy csak most jöttem haza. Nem olyan túl régen, csak lezonyoztam, ebédeltem, meg felöltöztem, igen. Csálésen árajtam a felső, ahogy látod. És van hozzátok egy kérdésem, a címből ezt most már lehet, hogy tudjátok, lehet, hogy nem tudjátok, hogyha olvastátok, biztos, hogy olvastátok, vagy csak rákattintottatok a videóra. De még mielőtt ezt megkérdezem tőletek, megosztok a videót. A tegnapi videót megosztok, amit most már láttatok, azt most fogom megosztani, és most jöttem haza, és még nem osztottam meg. Általában megszoktam olyan, mi időnk szerint ilyen 2 óra 30, 3 óra körül ugye megosztani, jelenleg 2 óra 58 perc van, ami nem jelent mást, mint hogy gyorsan megosztom a tegnapi videót, csak kell hozzá ez az ujjam, ugyanis ilyen új lenyomatos, látod, ilyen így benyomod, rárakod az ujjadat, és ha minden igaz, akkor bejön. Gyorsan betöltjük, és megnézzük, hogy ki lesz az első kommentál. Ugye ilyenkor nálatok, hogyha jól tudom, még nagyon kora van, mármint jól tudom, ha jól tudom, hogy 7 óra körül van nálatok, nem? 7 vagy 8? Azt hiszem valami reggel. Tehát mi csak most ébredeztek, várjál. Rákattintunk. Vége a heti egy videónak. Csak várjál, hozom a telefont, úgy könnyebben lehet nézni ezeket a kommenteket, meg mindenféle fajta dolgot. És megnézzük, hogy ki lesz az első kommentáló. Figyelet, töltöm. Mutatom, egy szeretés, egy like már van a videón, de nézettség még nincs rajta. Ez olyan érdekes, ha valaki már lájkolta a videót, de senki nem is látta. Vagy például a YouTube ugye nem számolja, de most már van rajta 12 nézettség, és 6 szeretés, 6 like és 1 komment. Csak közben, várjál, mit kell az óra, megnézzük, mi az első komment. Gábor Kraft, várjál, próbálok rá fókuszálni. Sikerült? Azt mondta, fókuszált a kamera, vagy nem fókuszált a kamera. Azt mondta, ez az, végre! Végre van videó, 2 másodperccel ezelőtt. 24-en néztétek meg, 9 like, 2 komment van rajta, videó, ez az, végre videó, Gábor Kraft, ő kommentált. Várjál csak, nem tudom, viszkál az óra, biztos mérges leszek valamiért, nem tudom miért. Aztán a PMP csapat, hello, szép napot nektek, köszönöm szépen, neked is szép napot, vagy nektek is. Nem tudom, ennyire lehet látni, hogy hogyan fókuszol a kamera, meg hogy nem, de csak gondoltam, megmutatom így az első kommenteket. Nem tudom, hogy miért, gondoltam, hogy ez egy jó ötlet. Úgyhogy... ne rakjuk addig a telefont. Tehát a kérdésem hozzátok a következő. Ki jött ez az új Apple óra, ez a 4-es? És... órát szeretnék vásárolni, megint eljött az az idő, hogy órát szeretnék vásárolni, ugyanis ez az óra, ez a Casi óra, látjátok, biztos, hogy látjátok. Nem tudom, hogy miért, de nálunk olyan a víz. Ez a csapi víz, amivel fürdesz, meg... Végülis ebben nem szoktam fürdeni, de néha vizet kap, és így elfehéredik a szíja, főleg így a belseje. Az óra úgy működik, nincsen neki semmi baja, de most már egy jó pár éves, ha jól tudom, mikor vettem, 2-3 évvel ezelőtt. Na ide, és úgy gondoltam, hogy lecserélem az órámat, de nem tudom, hogy mire. Várjál, bejövök ide hátulra, ugyanis ott kint beszélgetnek. Nem tudom, hogy mire cserélem az órámat. Három órát néztem. Néztem a Casio-nak ezt az óráját, mutatok róla egy képet. Ez egy új kiadás, ilyen limitált kiadás, ami ugye nincs túl sok, vagy lehet, hogy 30. évfordulóra adták ki végül is, vagy 35-re. Aztán néztem a Seiko-nak ezt az óráját, hogyha megtalálok róla egy képet, és ugye ez ilyen mutatós óra. Aztán gondoltam, hogy mi lenne, hogyha vásárolnék egy Apple órát. Úgyis rettentő régóta szerettem volna vásárolni egy Apple órát, de nem tudom eldönteni, hogy jó döntés, vagy nem jó döntés. Tehát az lenne a következő kérdésem hozzátok, hogy mit szóltok az Apple órához. Ugye nekem iPhone-om van, tehát Samsung órát nem tudok venni, de ilyen okos órát az Apple-t gondoltam, megpróbálkozzak, vagy nem? Nagyon régóta gondolkozok rajta, de több okból nem tudom magamat meggyőzni. Több okból meg tudom magamat győzni, meg többből nem. Fő oka, amiért szeretnék, ugyanis, hogyha kapok egy üzenetet, vagy e-mailt, ugye mindjárt remeg a kezemen, és meglátom, és nem a telefont kell ugye megnézni, bár ott kell elolvasni, de nem tudom, hogy mi van akkor, hogy a telefon nincs nálam. Tehát tudom, hogy van ez a változat, hogy a telefonnak nem kell, hogy nálad legyen, de...
én nem azt a verziót néztem, én azt az alapverziót néztem, és hogyha nincs a zsebembe a telefon, mondjuk ott hagyom kint a konyhába, és itt vagyok benn hátul, akkor is szól a telefon, vagy az óra, vagy nem szól az óra, vagy ki tudja. Nem tudom, hogy mit jelez ki, meg mit nem. Aztán, amiért nem tudom magam meggyőzni, az az, hogy mindig tölteni kell. Tehát minden nap, minden másnap, vagy harmadnap, nem tudom, hogy, de mindig fel kell, hogy ilyet tölteni. És mivel töltögetni kell az órát, nem tudom, hogy ez jó vagy nem jó, hogyha beviszem a sósvízbe, nem tudom, hogy ez jót tesz neki, vagy nem tudom, hogy vízálló, de a sósvíz, hogyha véletlenül megütöm, ugyanis ez az óra azért szeretem, mert ilyen kemény, látod, ilyen nagy, és nyugodtan ütögetheted akárhol, mert semmi baja nem lesz neki, látod, nem törik össze. Az Apple óra nem tudom, olyan... Úgy néz ki, hogyha véletlenül ledobod, vagy valami rásik, akkor összetörik. Már lehet, hogy rosszul tudom. Végülis ezek a fő okok, hogy tölteni kell, és mi van, hogyha megkarcolik, vagy összetörik. A Casio, amit néztem, ugye az Casio óra, mindenki tudja, hogy jó az a G-Shock. Amit néztem, a Seikót, az is ugye strapabíró. És ha jól tudom, a Casio az még jelez is, hasonló, nem olyan, mint az iWatch, ugye ez az Apple óra, de jelez, hogyha kapsz egy üzenetet, csak nem írja ki. De így remeg, vagy csípog, ha jól tudom. Úgyhogy nem tudom eldönteni az ára mind a háromnak, majdnem, hogy ugyanaz az ára, mind a háromnak az ára. Gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy ti mit szóltok. Apple óra, Casio óra, vagy Seiko óra? Miért Apple óra? Mert Apple óra! Miért kiabálsz? Mert siket vagy? Ja! Ja, miért? Miért a Casio, miért nem jó? Én nem tudom. Mi azt mondom, miért nem tudod? Nekem mindig ilyen Casio, ilyen G-Shockom szokott lenni, meg Apple. Volt is. Mindegy, gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy mit szóltok hozzá. Apple óra, Casio óra, vagy Seiko óra? Melyik szerintetek, melyik a jobb? Vagy mi az előnye neki? Tehát, mi másra tudnám használni az Apple órát? Tudom, hogy méri a szívverésedet, meg ilyen hasonlókat, de nem tudom, az időt mindegyik mutatja. Az az egyik lényeg, hogy mutassa az időt, az, hogy ne kellene mindig tölteni, az Apple óra ugye itt kiesik, de hogyha kapok ugye üzenetet vagy e-mailt, akkor sokszor jó, hogyha azonnal tudom, és el tudom olvasni, nem is az órán, de legalább a telefonon, bár a Casio azt hiszem, hogy ilyen lesz. Na ugye, ha valaki tud valamit, ide írja meg. Visz közben tévét néz, milyen helyzet, Nyuszi, mit nézel? Hm? Good. Tévét, látod ilyen mesét? Fejed milyen? Képzeld el, belázasodott reggelre. Ugyanis köhítsél. Ugye? Uh-huh. Mi van a szádba? Nyelved? Ha nem tudom, hogy mit csinálunk, úgy volt, hogy valahogy elmegyünk munka után, mikor végzek. De lehet, hogy sehova, vagy csak a szüleimhez. Lukasz el akart menni valami könyvesboltba valamit nézni. Könyvet? Könyvet. Ja. Milyen könyvet? Egy könyvet. Könnyűt. Jó, akkor lehet, hogy elmegyünk, nem van majd holnap. Úgyhogy megnézzük, megmérjük a vázát a Davisnek, ekközben megnézzük ezeket a kommenteket. Hányat kaptunk, meg hányat nem kaptunk. 112-en néztétek, 4-en kommentáltatok, 30 like és 1 dislike. Nem szeretés van rajta. Nézzük meg, nem más kommentált. Ilyenkor még lassan jönnek a kommentek. Ez az! Oda néz. Hogyha fókuszol a kamera. Hozzuk a lázmérőt, ez ilyen fülbevalós lázmérő. Ugye a füled, de mindig egy kicsit magasabb a hőmérséklet, mint a hónod alatt, hogyha jól tudom. Vagy hogyha jó. Na, itt a füle. És belerakjuk. Megnyomjuk. 36-8! Lement a lázad! Szikszáj. Adolja. Másik fül. Oda. 37. 37. Holnapom úgy megy orvoshoz, kap valami köhögésre való gyógyszert, ugye. Amúgykor is beteg volt, csak akkor nem így köhögött, hanem másképp, de akkor is volt egy kis láz, aztán lement. Hol hagytam a tetejét? Ott a földön. Na, megvan mindenki, vagy nincs meg mindenki? Senki. Senki van. Nem másra megyünk, mint megnézzük a szüleimet egyet. Úgy döntöttünk, hogy nem megyünk már sehova. Ugyanis a Davis megint van egy kis emelkedése, úgyhogy elmegyünk és megnézzük a szüleimet, hogy mit csinálnak. Van, ez egy felhő, nincs az égen, jelenleg 28 fok van, úgyhogy ezt tudom, mit jelent, Lukasz? Nem sokára most már tényleg kell vennünk valami hajót, hogy tudjunk menni a vízre. Ugye van ez a felfújhatós, ami most már nem Lukasz, képzeld el, megcsináltam és nem eresz le. Hajót még mindig nem találtunk, vagy nem találtam, de most már azért közel vagyunk hozzá. Úgyis próbálok nem olyan túl válogatós lenni, ugye mindig az volt a baj, vagy mindig az a baj, hogy
mindig össze van festve, vagy valami nem jó rajta, de nem hiszem, hogy ha fogok olyan hajót találni, ugye, ami mindenbe tetszeni fog. Úgyhogy most mostantól próbálom úgy nézni őket, hogyha legalább úszik a vízen, és jó árba van, akkor majd megveszem. De eddig olyat még nem találtam, legalábbis úszott a vízen, csak egyik sincs olyan áron, ami elfogadható lenne az állapotához képest. Itt egy csónak. Csónak? Egy nagyobb hajó. Na várj, itt megfordulunk, azt hiszem. És itt fogunk megállni a túloldalt valahol, hogyha sikerül. Nem itt a hajó mögött, igenis itt nem lehet. De valahol ott elő biztos lesz hely. Mindig nehéz megállni, és nagyon sok az autó mindig. De valahogy biztos sikerül a végén, ezt egy kicsit gyalogunk. Na, sikerült megállni. Ugye, Kuki? Na, mi kell? Táska, kulcs. Túloldalt szállunk ki, ott a park felé. Kivéve a Lukasz, hogy erre száll ki, na menjünk. Jössz, Lukasz! Hogy van a kicsi boy? Kiszáll mindenki. Megvan mindenki? Nézd, ott kriketteznek a parkban, látod? Ja, na gyere. Ja, ott a park. De most nem megyünk oda a parkba. Ja, nem megyünk oda, mert kicsit lázas vagy. Milyen könyvet hozta? Ezt nézzük a moziba jövő héten, na? Na, csöngessünk. Nyomod vagy nyomja? Nyomod? Na, mehetsz. Ennyi. Nyomjad. Menjünk felfele. Aha. Ez lesz az, gyere. Na, melyikre megyünk? Ötödikre, hatodikra. Davis, press the one. Melyikre? Aha. Nem. Ide. Még más úgy sem tudsz nyomni. Ahol beengednek minket, csak oda tudunk menni. This goes on me. Aha. This goes on my top. Mhm. That goes where my top can go. My top can pop. Pop? Yeah, right in the rock. He asks me. Na mennyi, érdekes kérdéseket kérdez a Davis, de mindig nehéz rájuk válaszolni. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, közben lement a nap, úgyhogy most nem más fogunk csinálni, mint pizzát fogunk rendelni, ugyanis a Lucas pizzát akart enni. Épp a Lucas, nem tudom mutatni, és bejelented a zuhanyzóba, és hello, nem akarom ugye mutatni. A Davis még mindig lázas, képzel felment meg neki a láz, most kapott lázcsillapítót. Na mindjárt, úgyhogy elmegyek, és megnézzük a pizzát, hogy mit fogunk enni. Amúgy egy kommentre akarok válaszolni, és néztem ugye a kommenteket. Valaki mondta, hogy meguntam a videózást, vagy valami ilyesmit kommentálta a videó alá, hogy lehet látni, hogy meguntam a videózást, vagy valami ilyesmit. Na, nem mondtam meg a videózást, én mindig szeretek videózni, ilyen rettentő régóta videózok, most már több, mint múltkor számolgattam, 12 éve, idén lesz 12 éve, hogyha jól számoltam, hogy videózok, képzeld el, nem csak vlogosokat, mindenféle fajta videót, és én most is szeretek videózni, nem mondtam meg, vlogot készíteni ugye nehéz ilyen mindennapos vagy minden másnapos videókat, hogyha mellette ugye van munka, van család, vannak gyerekek, sok mindent kell intézni, és ez mellett nehéz érdekes videókat készíteni, ezért volt az, hogy hetente csak ugye egy videó volt, nem azért megmondtam. Én nem mondtam meg a videót, én rettentően szeretek videózni. Ahogy szoktam mondani, ez egy ilyen jó terápia, mert boldog lesz tőle az ember. Legalábbis én boldog leszek tőle. Remélem, hogy sok nézőm, ti is, vagy te is boldog, vagy felvidegítanak ezek a videók, és nem mindegy, szeretitek nézni. Úgyhogy most rendelünk pizzát, csak akartam erre a kommentre válaszolni, és néha van ilyen komment, ami idegesít, hogy nem vagy békén, és ups, nem mondtam meg a videózást. Nem tudom, miért mondta az illető, hogy lehet látni a videókon, hogy megmondtam a videózást. Na már nem mutatom, mit rendelünk, csak próbáljuk belül látni, hogy ilyen széken van, és ennek nincs kereke, hanem így ki lehet húzni. Látod, ilyen áll, hol van? Ott az alja valahol, várj, ilyen. Ilyen az alja. Ilyen kényelmes. Nagyon jó ez a szék. Na mutatom, mit rendelünk. Nem más rendelünk, mint... Hova mentünk? A Dominónál rendelünk, elmegyek felveszem. Van ilyen sokféle fajta pizza, nem tudom, hogy nálatok milyen van. Hogyha gondoljátok, állítsátok meg a videót, és meg tudjátok nézni, hogy melyik.
mi általában nem ezeket a pizzákat esszük. Ugye egy átlag pizzára $16.90, de van $20 is, $21 is, látod ez, hoppá. Ez a fél-fél feles $18. Úgyhogy általában ilyen $5 pizzát szoktam enni, de ma nem pizzát eszek, hanem megmutatom mindjárt mit. Csak a Lucas eszik pizzát, megrendeljük neki a ham and cheese, ugye a sonkás, hoppá, hozzáadjuk. Látod, $5 ez a pizza. Én pedig nem más teszek, mint itt vannak a szendvicsek. Látod, a Dominóban ilyen sonkás, sajtos szendvics, én egy ilyet teszek. Ez $4.95, összesen $9.95 az egész, egy sonkás sajtos pizza, amit a Flukos elfelez a feleségemmel, ugyanis ketten egy fél pizzát szoktak megenni, én meg ezt a szendvicset. Nem tudom, hogy nálatok van ilyen szendvics lehetőség a Dominónál, vagy nincsen? Na mindjárt, úgyhogy ezt most kifizetem, elmegyek és felveszem, csak nem vagyok fókuszban, elmegyek és felveszem, és megmutatom, milyen ez a szendvics, bár lehet, hogy nálatok is van ilyen, ki tudja, gondoljátok, majd ide írjátok meg a videó alá azt is, hogyha gondoljátok. Na megérkeztünk, itt nem a bejárat, vagyis a bevásárlóba itt bejárat, de nekünk oda kell hátra menni, ott van a Dominó, úgyhogy menjünk. És felvettük, hogyha megyünk haza, azt nem mutatom, milyen ez a szendvics, hogyha nálatok nincs. Ez a szendvics, bár lehet, hogy már mutattam, lehet, hogy múltkor régen mutattam egy videóba, de elfelejtettem. Minden nem mutatom még egyszer rám, aki nem látta. Így néz ki, látod? Kicsit el van égve, van benne sajt, meg sonka. Végülis olyan, mint a pizza, látod? Mint amit hozzuk összetsz. Hello. Na ugye, ezt most megesszük, mára ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, azt szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok!